Tolna első számú gyermekorvosi körzetének március 1-től új orvosa lett, dr. Weber Boglárka, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos személyében. A doktornő jelenléte sok problémát megoldott, ugyanis általa közel 3 év után újra lett a körzetnek saját gyógyítója. Mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, szerettem volna velük foglalkozni. Az igazság, hogy szerintem, mint a kislányoknak a többsége, én is tanítónéni vagy tanárnéni szerettem volna lenni. Aztán, ahogy teltek múltak az évek, valahogy a tanulmányaim arra felé sodortak, hogy végül is az Orvosi Egyetemen kötöttem ki, és így alakult végül is. Pécsre jártam egyetemre, utána 2 évig dolgoztam Pécsen rezidensként, a gyerekkórházban kezdtem el dolgozni, ott olyan rendkívüli tanáraim voltak, mint a Súlyog professzor úr, meg a Harangi főorvos úr, és rövid kitérőt követően végül is Szekszárra kerültem, ugyanúgy, ahogy a Harangi főorvos úr is, gyakorlatilag ő utána jöttem Szekszárra, őt mindemberileg, mind pedig szakmailag nagyon nagyra tartom példaképnek, és nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetem őt, illetve ez az összes szekszárdi gyerekosztályos kollégámra vonatkozik. Az évek során volt egy kis kitérőm a felnőtt gyógyászat felé, az SB-on dolgoztam a belgyógyászati sürgősségi osztályon, illetve mentőztem is egy rövid ideig, aztán utána az én életembe is beköszöntött az anyaság, van egy 2 éves kisfiam, és most kezdte el a bölcsödét, és hát visszahúzott a szívem a gyerekgyógyászathoz, és amúgy is testhez állóknak gondoltam az anyasághoz a házi orvosi feladatokat, mint a kórházban való munkát, úgyhogy így kezdtem el Szekszárdon és környékén keresgélni, hogy esetleg hol van szabad gyermekorvosi praxis, és így találtam rá a tolnai körzetre. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen szeretettel fogadtak mind a Barna doktornő, mind pedig a polgármester asszony, illetve az önkormányzatnál is. Tényleg nagyon sok segítséget kaptam ahhoz, hogy minél hamarabb nézőkenőmentesen menjen a beilleszkedés. Az egyetem alatt számos gyakorlat van, ugye sokat voltunk a gyermekklinikán Pécsen, illetve a gyerekkórházban, és nagyon tetszett. Meg nagyon kedvelem a gyerekeket, és úgy érzem, hogy ez visszafelé is így van, szerintem kedvelnek engem a gyerekek, és jól kijövök velük. Magánéleti okok miatt szinte az egész márciusi hónapban otthon kellett maradnia, így most megújult erővel tér vissza munkájához. Meglepetésként szolgálhatott az is, hogy márciusban gyakorlatilag csak 5 napot tudtam dolgozni, családi okok miatt távol voltam, úgyhogy a héten kezdtem el ismételten munkába állni, úgyhogy most újult erővel remélem, hogy most megszakítások nélkül itt tudok lenni és tudok segíteni azoknak, akik betegség vagy egyéb probléma miatt a rendelésre jönnek. A rendelési idő vonatkozásában is nagyon rugalmas volt a Barna doktornő, úgyhogy ezt is gördülékenyen meg tudtuk oldani. Egy tervem van, hogy helyt tudjak állni, ugye nekem a házi orvosi feladatok most eléggé újdonságnak számítanak, mert ugye egy kórházi munka az más jellegű, úgyhogy szeretném megállni a helyem. Ami a legfontosabb az az, hogy szeretném, hogyha kedvelnének, szeretnének, minél kevesebb beteg gyerek lenne, de aki beteg, azon tudjak segíteni és meg tudjam gyógyítani.